Előadássorozat zajlott a felújított Krasznahorkai Andrássy képtárban. Rendhagyó istentisztelettel adóztak az 1956-os forradalom emlékének a református templomban. A cseh kultúra napját komoly zenei koncerttel ünnepelték a Városházán. 10 éve történt televíziós archívum. Egy évtizeddel ezelőtt a Betléri kastély helyett a kultúrházban ülésezett a kormány. Jakob Méri, született Strauss Gábor, 10 éve vette át a díszpolgári címet. Minden szentek és halottak napja közelettével hosszabbított nyitvatartással üzemel a köztemető. Október 30-án vasárnap kezdődik a téli időszámítás. 1 órával többet alszunk vasárnap. A cseh kultúra napját komoly zenei koncerttel ünnepelték a Városházán. A Kassai Cseh Társaság, Kassai Magyar Főkonzulátus, a Csemadok Rozsnyói Alapszervezete és Rozsnyó Város Önkormányzata közösen szervezték a Martina Szring Prágó Evanósok és Dobozi Borbála Csembaló művész közös koncertjét. Rendhagyó istentisztelettel adóztak az 1956-os forradalom emlékének a református templomban. Az istentiszteletet Ulicsny Ibolya, a református egyházközség igazgatója tartotta az 1956-os forradalom 60. évfordulóján. Előadássorozat zajlott a felújított Krasznahorkai Andrássy képtárban. Kassa megye támogatásával közel 6000 euróból újult meg a szecessziós képtár. A pályázat az elektromos vezetékek teljes felújítását, kisebb külső vakolat felújítását és az épület belső kifestését jelentette. A képtárban előadás hangzott el Andrássy Dénes művészetpártoló tevékenységéről, Tihi Kálmán, rozsnyói grafikus, író, néprajzkutató, a Rozsnyói Múzeum igazgatójának életéről és munkásságáról. Tihi Kálmán képzőművészeti alkotásai láthatók az Andrássy képtárban. Október 4-én 11 óra körül a Betléri kastélyban meghirdetett kormányülés helyett a kultúrház elé így érkeztek a kormányautók. Urad vlády si to menežuje všetko tu, takže my do toho nezasahujeme. A keď sa rozhodli tak, ako sa rozhodli, tak bude zasadnutie tu. Som počula, že vraj prepichové nechcú mať, že radšej čo sa postavilo v akcii ZIT. Ami nem kellemesen érintett, mert készültünk erre. És milyen okot hoznak fel ott a községházán? Semmilyen okot. Egyszerűen kijelentették, hogy nem itt lesz a kormányülés, másütt lesz, ennyi, ezt én tudomásra vettem és elmentem. Miniszter kiszáll. Valaki köszön, valaki elfoglalt. Média kérdez. Készfogás, néha több. Fototerminus. Kormány tárgyal, mindenki teszi a dolgát. Így a kisember is. Tehát az alkalmazott, aki újra összepakolhatja a kastélyban hiába elkészített asztalokat és terítékeket. A 21. század e fajta úri huncutsága az ő zsebéből is fizetendő. A turisták persze fellélegezhettek. Október 4-én fél áras belépővel mégis megnézhették Gömör legszebb műemlékét. My jsme tady čekali jednu hodinu a zaplatili jsme 100 korun slovenských za osobu. Víte o tom, že máte polovičné? Nikdo nám to nehovoril. My messziről érkeztünk Magyarországról, Szabolcsból, tehát több 100 kilométert utaztunk azért, hogy ezt megnézhessük, úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk bemenni. A szlovák kormány betléri tanácskozása a 13-as szám jegyében zajlott. 13. ülését tartotta a kormány és 13 programpontot tárgyalt. Elsőként a gömöri régió szociális és gazdasági helyzetét. Stranosmaro, pripravila tento materiál. Víte o tom nejaké informácie? Áno, viem. Pripravoval pán poslanec Babič aj dnes, pretože závery tohoto zasadnutia vlády budú prenesené do uznesení. Pokiaľ by vyšlo nejaké uznesenie záväzné aj
čo sa týka podpory, ale také už konkrétnejšie podpory priemyselného parku, tiež by to bolo skvelé. A kormány végül határozatot fogadott el, hogy együttműködve Rozsnyó polgármesterével kialakítja a lehetőségeket a régió fejlődéséért, az ipari park kiépítésével, és ezzel összefüggően egy tanácsadó testületet hoz létre. Így prioritás a Rozsnyói Ipari Park 280 millió támogatása 2007-es esztendő végéig, a fedett uszoda megépítése, a közlekedési infrastruktúra kiépítése, beleértve a Szoroskói alagutat és az Alsósajói Szidelit bánya támogatása. Október 2-án folytatta a szeptember 25-én megszakított tanácskozását a városi önkormányzat. Az ülésen 14 képviselő vett részt és 7 tárgyalási pont került terítékre. A testület megszavazta a polgármester és helyettesének fél éves jutalmát, ami 6 hónapos fizetésük 40%-át jelenti. A városi ellenőr ezért az időszakért 25%-os jutalmat kapott. Az első Rozsnyói Részvénytársaság elnökségének vezetője Markó Péter nem kapja meg egy hónapos jutalmát, határoztak a képviselők a részvénytársaság közgyűlésének egyik tagjának javaslatára. A képviselők tudomásul vették a városi rendőrség javaslatát a roma civil járőrökkel kapcsolatban. Majd az önkormányzati ülés átalakult a városi vállalatok közgyűlésévé. Tudomásul vették a városi televízió fél éves költségvetésének teljesítését. Jóvá hagyták az ügyvezető fél éves jutalmát, ami itt is a 6 hónap fizetésének 25%-át jelenti. A városi erdő fél éves költségvetését szintén tudomásul vette a közgyűlés. A városi erdők igazgatója fél éves fizetésének 50%-os jutalmát fogadta el a közgyűlés. A városi vállalatok felügyelő tanácsának tagjainak szintén jutalmat szavazott meg a közgyűlés. Ő ma Jakob Méri. Izrael lett választott otthona, Héber nevét is ott kapta. Ám 70 évvel ezelőtt Rozsnyón látta meg a napvilágot Strauss Gáborként. Kórház utca 41-ben laktam. Az utca sajnos nem találtam meg, mikor elhoztam az unokámat meg a feleségemet. Még 2 dolog nem volt. Elsősorban nem volt még temetőse, és a zinagóga nem létezett. Több száz rozsnyói családnak lehetne hasonló vagy ilyen története a II. Világháború után. A Strauss család is jó nevű ügyvédi rozsnyói família volt. Maradt-e itt valaki a családból? A világon senki. Az én apámat itten megkérték, egy rendőr jött, Misu bácsi, jöjjön a rendőrségre. Akkor elment egyszer, kétszer, de harmadszor nem jött vissza. A rozsnyói zsidóság több mint 100 éven keresztül volt értékteremtő része a városnak. Ám mindent, amit létrehoztak, felszámolás alá került. A zsinagógát 1958-ban lebontották. A zsidó temetőkertet 1970-ben számolták fel. 1944-ben több mint 400 zsidót hurcoltak el haláltáborokba a városból. Jakob Méri kezdeményezője volt a tavaly leleplezett holokauszt emlékmű felállításának, amikor a város fejet hajtott a rozsnyói zsidóságot ért tragédia előtt. Rozsnyó városa az emlékmű felállításáért adományozta a díszpolgári címet. Most, hogy ott voltam a temetőben, egy kicsit sírtunk, egy szatiszfakciót kaptam attól, azért, amit én próbáltam megcsinálni, hogy ez a sok száz itteni zsidó, aki úgy bevolt, akik mind bevoltak kapcsolódva a város építésébe és a munkákba, még mindenbe, hogy egyszerűen megölték őket. A díszpolgári címet ünnepélyes keretek között október 11-én nyújtotta át városunk polgármestere. Ennek a sírkőnek az a történet, itt pihenő Markó András 14 évesen beállt a rozsnyói nemzetőség csapatába. Ő lett szinte legfiatalabbként a század dobosa. És annak a dobszónak a halatára összegyűlt még a maradék seregnek a... Számtalan ilyen és hasonló történet maradt meg azokról a honvédekről, akik a rozsnyói két zászlóalj katonáiként harcoltak az 1848-49-es szabadságharcban. Ilyen volt Hormaker Keresztély, aki 1848. decemberében részt vett a rozsnyói nemzetőr századdal a Budamiri csatában. Itt rejtélyes körülmények között eltűnt, a felesége hosszú éveken keresztül kereste, ő ott felkereste az ottani görög-keleti papot, nála érdeklődött, mert úgy tudta meg, hogy az egyesebesülteket ők ápoltak a csata
befejezése után. Annak ellenére, hogy nem találtak meg, állítólag rejtélyes körülmények között az órája elkerült, és konkrétan ennél a papnál. Amíg tavaly a Magyar Koalíció pártjának kezdeményezésére újraöntötték Szörcsei Antal honvédszázados síremlékét, a városi önkormányzat egy nyertes pályázat keretében védett síroknak nyilvánította 19 nemzetőrs sírját. Október 6-án a Magyar Nemzet gyásznapján itt Szörcsei Antal sírjánál emlékeznek a szabadságharc 13 Aradon kivégzett vezetőjére a rozsnyóiak. Volt 13 vértanú, akik harcoltak a szabadságért, és ezeket elfogták, és lelőtték őket, hogy bekötötték a szemüket, vagy pedig fölakasztották őket. Molnár Árpád református lelkész emlékező beszélében felhívta a figyelmet az igazságosságra, a hősiességre, az összetartozásra, az áldozatvállalásra a gyásznap kapcsán. Minden szentek és halottak napja előtt hosszabbított nyitvatartás lesz a köztemetőben. Október 28-ától november 2-áig, reggel 7 órától este 8 óráig látogatható. November 1-én 14 órai kezdettel kegyeleti megemlékezést tart a városi köztemetőben a város önkormányzata. Délután 14:30-tól ökumenikus istentiszteletre kerül sor a ravatalvacóban. A reformáció napja alkalmából október 31-én 17 órai kezdettel istentiszteletre kerül sor a református templomban. Október 30-án vasárnap kezdődik a téli időszámítás. Vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órát, így 1 órával többet alszunk vasárnap.